Üdvözlöm a kedves nézőinket, mai napi vendégünkkel, Ecoval. Sziasztok, sziasztok, jó napot! Hát ma reggel, így félig másnaposan ugyebár, tojásrántottát készítünk, amolyan barátságos módra, titkos recept alapján, amit sajnos nem árulhatok el, de mindenkinek azt elmondom. A Zsolti konyhájában. Igen, Zsolti. Bent a Zsolti konyhájában. Köszönjük szépen a Zsolti. Igen. Hát az az igazság, hogy miután tegnap az egyik ajtót berúgtam, és mindjárt az asztalos, ezért hát nagyon sok energiát vesztettem, amit ezzel a tojásrántottával ma reggel egy pótolunk, ugyebár. Sajnos csak és kizárólag fa villa van, ezért hát így igazából elég nehézkes a sötés főzés. VMF-ben készítjük tojásrántottánkat, nem ég odaállítólag sose, viszont állandóan tapad. Úgyhogy ez a tojásrántotta már közel nem lesz olyan, mint amilyen én valójában számítottam. De ez nem a serpenyő miatt, hanem ez miatt az másnap. Így van. Azért. Szerintem a szörnyű ez a serpenyő. Az igazi jó, az a jól leégős otthoni munterféle. A palacsinta sütő, ezért nagy a palacsinta sütő. Az a nagyon durva. Igen. Az a bád, az a préselt láz. Igen. Az a... Jó. Először is, mivel eléggé taknos még. Mondd már a nézőknek, hogy mi van benne, hogy csináltad meg ilyenek. Hát, tej hozzáadásával, azaz teljesítettem a tojásrántottát. Tehát a teljesítés, az nagyon nyelvű szalmazom. A kamera. Mit is azért vége a közöttene? A picsába. Aha, vége van.